Júniustól átlagosan havonta mintegy 890 forinttal emelkednek a nyugdíjak, derül ki a keddi kormányrendeletből. A Híradónknak nyilatkozó nyugdíjszakértő szerint ez igen csekély összeg, de szerinte novemberben további emelések várhatóak az infláció emelkedése és a nyugdíjprémium miatt. A mostani nyugdíjemelési rendszer viszont elszegényíti a nyugdíjasokat, az ellenzék és a szakértők szerint is. Alaposan megnézi ez az idős hölgy az árakat az élelmiszerüzletben. A hazai 148 ezer forintos átlagnyugdíj alig elegendő a megélhetéshez. A kormányrendelet szerint most 0,6%-os nyugdíjemelés jön év elejéig visszamenőleg. Tehát egész évre vetítve a 12x900 forint, vagyis közel 11 ezer forint, amit kapnak majd a nyugdíjasok. A nyugdíjszakértő szerint nem az átlag, hanem a medián nyugdíjjal érdemes kalkulálni. Ez esetben viszont az emelés csak évi 8160 forintot jelent. Farkas András úgy véli, novemberben további emelések jöhetnek a frissen kimutatott 5,1%-os infláció és a nyugdíjprémium miatt. Idén 16 ezer forintos nyugdíjprémiumot kaphatnak novemberben, mindazok, akiknek legalább 80 ezer forintot elér az ellátásuk. Ez nem nyugdíjemelés, hanem egy ízléstelen fricska a kormánytól a nyugdíjasoknak. A DK szerint a pár száz forintos havi nyugdíjemelés helyett újra be kell vezetni a svájci indexálást, és kárpótolni kell az időseket. Dobrev Klára, a DK miniszterelnök jelöltje arra készül, hogy minden nyugdíjas 100 000 forint kárpótlást kapjon a svájci indexálás megszüntetése miatt, és 50 000 forintos kárpótlást a járvány és a válság alatti áremelkedés miatt. Az országgyűlés költségvetési vitáján is szó volt a nyugdíjakról. Az MSZP szerint a mostani nyugdíjrendszer igazságtalan, minél előbb meg kell szüntetni az időskori szegénységet. Mi azt akarjuk, hogy a nyugdíjemelés meghatározásánál az infláció mellett a keresetek emelkedését is vegyék figyelembe, és a nyugdíjemelés bérnövekedés alapján kiszámolt részét minden nyugdíjas azonos összegben kapja. A költségvetésért felelős államtitkár a 13. havi nyugdíj megszüntetésére hívta fel az ellenzék figyelmét. A 13. havi nyugdíj visszaépítésének részeként két heti nyugdíjjal számolhatnak az érintettek. Azt tartalmazza, hogy a gazdasági növekedésnek köszönhetően reményeink szerint lehetőség nyílik a nyugdíjprémium kifizetésére, és azt tartalmazza, hogy a nyugdíjak reálértékét is megőrizzük. Az államtitkár hangsúlyozta, a nyugdíjak reálértéke 2010 óta 10%-kal emelkedett. Jövőre 3%-os emeléssel számolnak. Amennyiben azonban az infláció magasabb lesz, kiegészítő emelést adnak.